Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Merre van a sors utam? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Natalie részére. Kedves Natalie, üdvözöllek téged. Ahogy írtad, nem vagy valami jó helyzetben, és kellene egy irányút. Melyik irányba változnak a dolgok? És erre megadom a választ ezzel a jóslással. Merre van a sors utad? Először megnézzük a kártyáknál, utána áttérek az asztrológia területére. Ez a kép ott fent bal oldalon utalhat egy férfire, aki valamivel fiatalabb, mint te vagy, és kihat a sors utadra. Van egy kapcsolat köztetek. Ez lehet egy rokoni kapcsolat, egy munkahelyi, de utalhat szerelemre is. A képeknek szimbolikus jelentése is van, és ez a fiatal férfi mutat valamit, mégpedig a tűz elemét. Ő még nem nagyon ismeri itt ki magát, tehát itt vannak ilyen újdonságok, és ami a tűz elemét mutatja, az a bátorság, a lelkesedés, de utalhat testi kapcsolatra is. Ez, ami most kihat rád, ez lehet egy új kapcsolat, vagy egy bizonyos életterület, ami téged most lelkesít. Kimutatod a bátorságodat, véded magadat, de még egy kicsit bizonytalan vagy ezen a területen. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép arra utal, hogy mi segít neked abban, hogy javuljanak a dolgok. Itt látható egy uralkodó. Ez lehet egy férfi, akire te feltekintesz, akit úgy megbecsülsz, és ez a férfi tud neked segíteni. De a kártyáknak szimbolikus jelentése is van, ez lehet a te tartásod. Mégpedig azt mutatja, uralkodj a gondolataid felett, uralkodj az érzelmeid felett, ezáltal megváltozik a saját energiameződ, mert ez belülről jön. A gondolatokból és az érzelmekből. Ha e felett tudsz uralkodni, akkor javul valami a környezetedben. Azon kívül nézd ennek a férfinek a tartását, pontosan ez az, amire most szükséged van. És ez ahhoz vezet, hogy mások nem mernek téged megbántani. Mert megvan ez a tartásod. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya ott fent jobb oldalon mutatja azt, ami téged gyengít. Itt láthatunk egy fiatal férfit, aki mutatja a levegő elemét. És ha ez hiányzik, akkor gyengének érzed magad. Itt fontos a könnyűség. Azon kívül a levegő eleme utal a kommunikációra is. Ami még itt ezen a képen látható a háttérben, ezek a félelmek. És ez a kard elvágja ezeket a félelmeket, át kell tenni ezen magunkat.
mert ha félelmeid vannak, akkor az is gyengít téged. Ha én most a kártyákat így megtekintem, akkor ezt én úgy tudnám neked elmagyarázni, hogy először is nézd meg ezt a fiatal fiút a jobb oldalon, aki a levegő elemén szeretne uralkodni, de még minden olyan új számára, és nagyon bizonytalan. Mint mondtam, a levegő eleme utal kommunikációra és döntésekre is. És ez a fiatal fiú mutatja a környezetedet. És te ezt átéled nap mint nap, hogy mások parancsolgatnak neked, holott te vagy az uralkodó. Védd magad, amit az első kép mutat. Tanuld meg nemet mondani, vagy mondd ki a véleményedet. Ne hagyd azt, hogy mások uralkodjanak feletted, amikor te vagy az uralkodónő. Visszatérve erre a második kártyára, itt egy férfi látható. Az is lehet, hogy ez a férfi segít neked, de itt is el kell magyaráznom valamit. Van nőies energia, az érzelmekre utal, és van férfias energia, ami a tettekre vagy gondolatokra utal. És ha védeni kell magadat, vagy kimutatni azt, hogy te uralkodsz a helyzet felett, akkor azt ne érzelmekkel tedd, tehát ne a nőies energiával, hanem egy férfias fellépéssel, mert Mars bolygó kell egy ilyen helyzetben, és Mars bolygó van nálunk hölgyeknél is a horoszkópban, tehát használd ezt az energiát. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya itt középen mutatja az érzelmi világodat, és itt van egy férfi, aki kihat az érzelmeidre. Itt lesz egy közeledés, egy szép, kellemes párkapcsolat. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya jelenti a te gondolataidat, vagy ezt a férfit, aki gondol rád. Ez a király uralkodik a víz eleme felett, a kezében van ez a kehely, ami a víz elemét tükrözi, és az érzelmekre utal. Van egy férfi a múltadból, vagy a környezetedben, aki szeret téged, átnyújtja számodra ezt az aranykejhet, ami az érzelmekre utal, és ezen kellene elgondolkoznod, légy ezzel tudatában. Nem csak ez a király utal erre, hanem az a lovas férfi is szintén nyújtja át ezt az aranykejhet számodra, ami a víz elemét jelenti, és az érzelmekre utal. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép itt jobb oldalon azt mutatja számodra, hol a helyed. Ez lehet egy hivatás, ez lehet egy párkapcsolat, vagy egy hely, ahol jól érzed magadat. Itt ezen a kártyán láthatjuk a varázslót, egy mágikust. Ez utalhat a te hivatásodra, egy ilyen spirituális területre. Azon kívül egy helyre is, ahol erőt meríthetsz, ahol megvan ez a varázserő, és ez ad neked is egy ilyen belső erőt.
Lehet, hogy most nem tudsz költözködni, mert itt az anyagiak is egy szerepet játszanak, de biztosan van egy olyan hely a környezetedben, ahova ki tudsz mozdulni, ahol úgy érzed, igen, itt tudsz erőt meríteni. És ami a párkapcsolatot illeti, ez a férfi közeledik hozzád, és megvan köztetek ez a mágikus, varázslatos vonzalom. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya mutatja azt, mi várható nálad a szerelmi élet területén. Itt lesznek megújulások, vagy másképp látod a dolgokat, átteszed magad a bizonytalanságokon, a félelmeken, de utalhat újdonságokra, egy új kezdetre, megújulásokra, vagy egy új találkozásra. Ez a kártya mutatja azt, hogy mi várható a jövőben, hol van szerencséd, és ez utal egy szép párkapcsolatra. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya itt mutatja az anyagi helyzetet és a munkahelyedet, itt igazságtalanságokról van szó. Ez a férfi itt középen gazdag, megvan mindene, ebből ad valamit valakinek, aki ezt átveszi, a harmadik és a negyedik személy nem kap ebből semmit, tehát így rosszul van elosztva, és te ezt így éled át a munkahelyedet illetően, sokat dolgozol, nem kapod meg a megbecsülést, vagy nem fizetnek jól, az is lehet, hogy valaki megpróbál téged kihasználni. Ez a kártya mutatja azt is, amikor valaki úgy érzi, hogy tartozik valakinek valamivel, és itt nem csak anyagi dolgokról van szó, hanem ha befekteted az erődet, vagy mindig segítesz másoknak, és ezért nem kapsz köszönetet, így úgy érzed, hogy mások kihasználnak téged. Itt kellene valamit javítani, hogy meglegyen ez az egyensúly, mint ahogy a kártyán látható is. A férfi egyik kezében ott van a mérleg, és utal erre az egyensúlyra. Ehhez kell a belső egyensúly is. Légy tisztában a te saját értékeiddel, és ne hagyd azt, hogy mások zavarjanak téged, vagy téged kihasználjanak, kell, hogy legyen megbecsülés. És most áttérek az asztrológia területére. Abban a pillanatban, ahol te születtél, amikor te megszülettél, az ikrek jegye kelt fel a keleti határon. Ez a te aszcendentusod az indiai számítás szerint. Ez kihat a te külsődre, a fellépésedre és a személyiségedre is. Az ikrek jegye az a levegő eleméhez tartozik, tehát itt kell számodra a könnyűség, és a mozgás is, mert hogy minden érdekel téged. Számodra fontos a kapcsolat, a jó kapcsolatok és beszélgetések. A te horoszkópodban, itt az ikrek jegyében található Kétú, a lefele mozgó holdcsomó. Ez egy kármikus csomó, és utal a múltadra. Utal mindarra, amit átéltél a korábbi életedben. És ez segít neked, mert így a személyiségedet ki tudod bontakoztatni. Mondhatnám úgy is,
hogy ezen az életterületen és az ikrek jegyénél te kiismered magadat. Mert itt vannak emlékek. 2019. márciusa és 2020. szeptembere között ebben az időszakban itt az ikrek jegyében mozgott a felfele mozgó holdcsomó Kétu. Szintén egy kármikus csomó, de itt nem a múltról van szó, hanem egy új életterületről, egy kiútról, új lehetőségekről. Itt tükröződött valami az életedben, és voltak kármikus témák. Tekints vissza, és gondolkozz el azon, mit váltott ki ez belőled, mert ez kihatott a te külsődre, a személyiségedre, a környezetedre is. Az aszcendentusoddal szemben található a deszcendentus, és ezzel nyílik egy új életterület, a hetes ház. És ez a hetes ház mutatja a párkapcsolatod. A te horoszkópodban itt található ebben a hetes életházban a nyilas jegye. Itt is van mozgás, előfordulhat, hogy vannak külföldi kapcsolatok is, vagy egy közös életút, utazásokkal, külföldi kapcsolatokkal, de ezek az utak lehetnek belső utak is. Fontos az irány, hogy legyen egy cél, és ez segít abban, hogy itt kialakuljon valami. De nem könnyű számodra, mert itt található a te horoszkópodban a felfele mozgó holdcsomó Ráhu. Ez egy kármikus csomó. Mutat egy irányt, vagy egy életterületet, amit nem ismersz. De a lelked ezt kiválasztotta, meg kell, hogy ismerd ezt a területet, és itt nálad párkapcsolatról van szó. 2019. márciusától 2020. szeptemberéig ebben az időszakban itt mozgott a lefele mozgó holdcsomó Kétu, ami a múltra utal. Tehát itt is tükröződött valami. Ahogy az aszcendentusodnál is mondtam, gondolj vissza arra, hogy mi történt ebben az időben, mert itt voltak kármikus témák, ami nem csak rád hatott meg a környezetedre, hanem a szerelmi élet területére is. Ezek a holdcsomók is mozgásban vannak, de ellentétes irányba mozognak, mint a bolygók. Ráhu, ez a felfele mozgó holdcsomó múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig a bika jegyében lesz. A te horoszkópodban a bika jegye a 12-es életházban van, és ez utal titkokra. Itt található nálad a születési horoszkópodban Szaturnusz bolygó, és Szaturnusz bolygó kihat a sorsra, tanít bennünket, és őrzi a kármikus témákat. És az azt jelenti, hogy ez a felfele mozgó holdcsomó, Ráhu, ami itt mozog, eléri ez évben a Szaturnusz bolygódat. Itt lesznek sorsdöntő változások, vagy döntések.
A 12-es életház nem csak a titkokra utal, hanem a visszahúzódásra, amikor te elgondolkozol bizonyos dolgokon, ami fontos számodra, kihat a sorsodra is. Azt is jelenti, ha fáradt vagy, kimerült, akkor kell, hogy kipihend magadat, és így megtalálod a belső erőd. Amit még a 12-es életház jelent, ez a titkos ellenség, néha oda kell erre is figyelni. A bika jegye is játszik itt egy szerepet, itt pénzügyi dolgokról és értékekről van szó. Vedd azt birtokodba, ami értékes számodra. Kétú a lefele mozgó hold csomó. Ez a kármikus csomó, ami a múltra utal, múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig az indiai számítás szerint a Skorpión jegyében mozog. A Skorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. És itt megvan ez a transformáció. Vannak negatív érzelmek, mint például a félelmek, és vannak pozitív érzelmek, mint például a hit, a megbecsülés, a hála és a szeretet, és így változnak az érzelmek, de itt fontos, hogy mi figyeljünk oda a saját érzelmeinkre. A te horoszkópodban a Skorpión jegye az a 6-os életházban van, és itt található nálad egy visszatekintő Neptun bolygó. Ez a visszatekintés szintén a múltra utal, gyakran kármikus témákra. Neptun bolygó mutatja az álmaidat, és te tanulod itt ebben hinni, hogy meg tud valósítani az álmaidat. A 6-os életház utal a munkára, és az jelentheti azt is, hogy vannak céljaid, vannak álmaid, és kellene, hogy ezt megvalósítsd. Amit Neptun bolygó itt még mutathat, az lehet egy művészi terület, egy kreatív munka. Ez a lefele mozgó hold csomó most itt mozog, és itt vannak jelenleg kármikus témák. Jönnek az emlékek is. Lehet, hogy megvan a bölcsességed, a tudásod, a tehetséged, de ezt még nem mutattad ki, vagy féltél attól, hogy nem kapsz elismerést, nem merted kimutatni, és most megvan ez a transformáció, hogy te elbúcsúzol a félelmektől, és bíz magadban, hogy ezt a tehetséget élheted, és megkapod a megbecsülést. Szaturnusz bolygó, a sors bolygója, és ha Szaturnusz hat ránk, akkor vannak sorsdöntő változások, események, tehát kihat a sorsunkra. Az indiai számítás szerint Szaturnusz bolygó ez évben a bak jegyében mozog. A te horoszkópodban a bak jegye a 8-as életházban van, és ott található nálad Mars bolygó és Jupiter bolygó. Mars bolygó mutatja a te erődet, vagy a lelki társadat, és Jupiter bolygó szerencsét hoz számodra. Mit jelent ez a 8-as életház? Ez a halálháza, de nem kell megijedni tőle, mert ritka esetben hat így, hogy haláleset van,
vagy örökösödési ügy, amit nem szabad kizárni, mert erről is szó van, de ez a 8-as életház mást mutat, mégpedig azt, hogy gyakran meg kell, hogy álljunk egy pillanatra az élet útunkon, és elgondolkozni azon, mitől vagy kitől kellene elbúcsúzni. Ezek lehetnek gondolatok, ezek lehetnek érzelmek, ezek lehetnek kapcsolatok, vagy egy tárgy a környezetünkben, vagy egy bizonyos hely. És ha így kitisztul minden, akkor megvan a lehetőség egy új kezdetre. De az, ami fontos számunkra, mert értékes, azt itt meg kell őrizni. Ez évben te itt rendezni fogod ezeket a dolgokat. Ez olyan, mint egy hátizsák, ami elkísér bennünk az élet útunkon, és most belenézel ebbe a hátizsákba, és rendet teszel benne. Az, ami nehéz vagy nyomasztó, azt eldobod, arra nincs szükséged. Amit viszont kell, hogy vidd magaddal, azt őrizd meg. A mélypont a horoszkópon az jelenti az alapokat, és erre az alapra építed fel az életedet. Ez adja neked a belső erőt. A te horoszkópodban itt a mélypont, vagy ez a 4-es életház a szűz jegyében van. Ez a 4-es életház nem csak az alapokat jelenti, hanem az otthonodat is. A szűz jegyénél rendben vannak a dolgok, vagy kell neked ez az érzés, hogy minden rendben van, és van egy tiszta otthonod. A szűz jegye mutatja a gyógyító erőt is, az lehet a hivatásod, és erre alapozhatsz valamit. Nálad itt található egy visszatekintő Uránusz bolygó, az mutatja, hogy van egy különleges otthonod, vagy különleges módon jutsz oda, hogy megteremtsd az otthonodat. Uránusz bolygónál gyakran vannak változások is, és itt található nálad egy visszatekintő Plutó bolygó, ami azt mutatja, mennyire fontos ez számodra, mert ez adja neked a belső erőt. Ez az, amiben hiszel, hogy megtalálod az otthonodat egy tiszta környezetben, ahol úgy érzed, igen, itt le tudok gyökerezni. A felső pont a horoszkópodban, ez a 10-es életház mutatja a hivatásodat, a nyilvánosságot, és azt is, hogyan tudod elérni a céljaidat, és hogy kapsz elismerést másoktól. Itt található nálad a halak jegye és a napod, azon kívül Vénusz bolygó. A nap itt jól érzi magát, mert itt a felső ponton a nyilvánosságról van szó, ahol minden látható, és Vénusz bolygó jelenti a te nőiességedet, és itt a nyilvánosságnál arról van szó, hogy mások ezt észreveszik. Akkor is, ha te ezt nem így érzed. Itt hat a halak jegye. Ebben a csillagképben két hal van. Mindkettő érzelmekre utal, mert a halak jegyénél a víz eleméről van szó. Az egyik hal mutatja a bizonytalanságot, a félelmeket, a másik hal pedig biztos magában tudja, hogy minden úgy történik, ahogy elképzeli, és megvan ez a magabiztosság. És ez segít abban, hogy folyamodjanak az események, és minden előre menjen,
így tudod elérni a céljaidat. Kedves Natali, így tudtam megválaszolni a kérdésedet, egy iránymutatás volt ez. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!